A téma, amellyel pedig én magamtól foglalkozni szeretnék, egy aktuális téma. Ugye egy kellemes tavaszi este van, amikor ugye egy olyan évszakban vagyunk, amikor minden zöldülni kezd, virágozni kezd, bimbózni kezd, és ilyenkor újra és újra rácsodálkozunk a természetnek a szépségére. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy napjainkban a természet fenyegetett helyzetben van, és a fenyegetést éppen az ember jelenti, az emberi társadalom, a civilizációnak, a túlzott fogyasztása, a környezeti ártalmak. És éppen ebből az alkalomból minden évben, április 22-én megrendezik a Föld napját, ami éppen azt a célt szolgálja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezeti ártalmakra, és mindenkit arra bátorítson, hogy próbáljon tenni valamit azért, hogy a Föld környezeti állapota javuljon, vagy legalább ne romoljon tovább. Szóval most ennek az ünnepnek, a Föld napjának a küszöbén vagyunk. Én így most a spirituális környezetvédelemről szeretnék beszélni. Arról, hogy mit lehet tenni a hétköznapi valóság szintjén, mi hétköznapi emberek, mit tehetünk a természet megmentéséért, javításáért, a környezeti ártalmak ellensúlyozásáért. Mert gyakran egy olyan szkepszis uralkodik el rajtunk, hogy igazán itt a nagy dolgok, a nagy lehetőségek a döntéshozók kezében vannak, a politikusok kezében vannak, ők határozzák meg, hogy mi történjen, vagy ugye a gazdaságnak a működése dönti el a dolgokat, és az egyén, egy átlagos állampolgár nem nagyon tudja befolyásolni a dolgokat. Én abban hiszek, hogy ez nem így van, hogy mindannyian tudunk tenni, sokat tudunk tenni, lehet, hogy kis pontok vagyunk, de egy ilyen kis pont is egy nagy hőssé válhat, hogyha megfelelő módon él, és megteszi azt, ami tőle telik, és így példaként szolgál mások számára. Tehát a környezetvédelem, a természetvédelem a témánk, hogy mit tehetünk az ökológiai válságnak az orvoslására. Ugye tudjuk, hogy ennek az egész környezeti problémának az egyik legfontosabb vetülete, legnagyobb problémája az, hogy minden egyre szennyezettebbé válik körülöttünk, olyan mértékben, hogy az már az emberi életre, vagy legalábbis az emberi élet minőségre kihatással van. Sőt, sokan azt mondják, hogy itt már nem is az ember élet minősége a tét, hanem az emberiségnek a fennmaradása, a földi ökoszisztémának a fennmaradása, mert olyan súlyú változások történnek a természetben, ugye gondoljunk itt a globális felmelegedésre, amit a leggyakrabban emlegetnek mostanában, ami már egy globális környezeti katasztrófával fenyeget. Ugye ennek kapcsán az elmúlt években nagyon erős kezdeményezések indultak el. Nézzük meg néhány adatot. Nézzük meg, hogy mik azok a figyelmeztető jelek, figyelmeztető tendenciák, amik felhívják a figyelmünket arra, hogy valami baj van. Nagyon sok ilyen adat van, és ezeknek az adatoknak az említésével nem az a célunk, hogy valamiféle pánikot keltsünk, vagy elszomorító képet fessünk. Ugyanakkor együtt kell élnünk a realitásokkal. Látnunk kell, hogy mi a jelenlegi helyzet, tisztában kell lennünk vele, hogy ne éljünk úgy, ugye, mint a struc, aki bedugja a homokba a fejét, hanem lássuk, hogy mi a valós helyzet, és értsük a szükségét annak, hogy valamit, ami erőnkből és lehetőségeinkből telik, tegyünk is a dolgok megjavítása érdekében. Hát nézzük. Az egyik figyelemre méltó adat, hogy a légkörben található széndioxidnak a mennyisége, mondjuk az 1700-as éveket tekintve, a mai napra 25%-kal nőtt. Ugye ez egy nagyon jelentős tétel, és annál is inkább fontos, mert a széndioxid az a gáz, ami a leginkább felelős a globális felmelegedésért, ugye azért az üvegházhatásért, ami a globális felmelegedést okozza. És mivel az emberiségnek a széndioxid kibocsátása nem csökken, hanem az ipari teljesítménnyel együtt fokozatosan nő, így ez ugye egyre nagyobb veszélyt jelent a számunkra.
hogyan lehetne ezt ellensúlyozni, ugye, hogyha lenne elegendő erdő, ugye, ami legalább valamilyen mértékben visszapótolja, vagy ellensúlyozza ezt a nagy széndioxid kibocsátást. Azonban a helyzet az, hogy az esőerdők több mint 40%-át elvesztette már az emberiség, és újabb 30% közvetlen veszélyben van. Hogyha megnézzük, hogy mekkora területű erdő pusztul el egy adott évben, ez 140 ezer négyzetkilométert jelent, ugye ennyi esőerdőt vágnak ki egy év alatt. Ez ugye majdnem másfél magyarországnyi terület. Ugye ilyen mértékben halad ez a pusztítás. Ez pedig nem csak a fáknak a kipusztítását jelenti, hanem azoknak az élőlényeknek, az életterének az elpusztítását is, akik ott élnek, és vannak olyan fajok, olyan élőlények, akik csak azokon a területeken találhatók meg, így az életterük elpusztításával gyakorlatilag kihalnak. Az esőerdőirtások miatt eddig már 160 vagy 240 ezer faj halt ki. Ugye ez az emberiség léte és a Föld egész története során a bioszféra egyik legnagyobb megrázkódtatása, és ha így haladnak a tendenciák, ugye akkor nem lehet pontosan megjósolni, hogy ez milyenféle katasztrófához vezethet. Napjainkban is évente 20-30 ezer faj hal ki az emberi tevékenység miatt, hogyha lebontjuk, ez azt jelenti, hogy naponta 68 faj tűnik el a Föld felszínéről, és egy óra alatt is, miközben ugye ezt a műsort hallgatják vagy látják önök, ez alatt az egy óra alatt három fajtól elbúcsúzhatunk. Ugye egy nagyon fájdalmas búcsú. Mi az, ami még ennél is közvetlenebbül érint bennünket? Ugye az élelmiszereket növényvédőszerekkel és tartósítószerekkel tartósítják, és egy számítás szerint, mondjuk egy brit állampolgár egy év során 4 kg ilyen tartósítószert fogyaszt el. Ugye ez nagyon döbbenetes, hogyha kitennénk magunk elé az asztalra 4 kg vegyszert, ugye senki nem vállalkozna rá, hogy bekanalazza, de ugyanakkor ez a helyzet, hogy mind azzal, amit megeszünk, ennyi mérget, tartósítószert viszünk a testünkbe, és lehet, hogy ez egy angol felmérés, de nem hiszem, hogy Magyarországon sokkal más lenne a helyzet. A víz krónikus probléma, ennek a hiánya és a minősége. Ugye jelenleg a Föld 80 országában 2 milliárd ember szenved vízhiánytól. Ugye, hogy nem tud megfelelő mennyiségű vagy megfelelő minőségű vízhez jutni. Ez a 2 milliárd ember, ez rendkívül jelentős. Ugye ez több mint 30%-a a jelenleg élő emberiségnek. És a jóslatok szerint, hogyha így haladnak a dolgok, ahogy jelenleg haladnak, akkor akár az emberiség 40%-a ilyen vízhiányos állapotban fog élni a 2050-es évekre. Nézzünk egy magyarországi adatot, ami pedig a hulladék termeléssel kapcsolatos. Ha 2004-es évet vesszük példának, akkor ebben az egy évben Magyarországon 4.591.600 tonna szilárd hulladék jött létre, ami jó voltunkból, ami, hogyha úgy összerakjuk, akkor 2 Gellért-hegynyi mennyiség. Ugye ezért mi vagyunk a felelősek, ennek a hulladéknak egy jelentős része ugye nem tud megsemmisülni, hanem halmozódik, ugye a torkán akad a Föld rendszerének. Az egyik ilyen anyag, ami nem bomlik el a természetben, ugye ez a nylonzacskóknak az anyaga, a műanyag, és tudni kell, hogy egy év alatt a gyárak 4-5 billió nylonszatyrot okádnak ki magukból. Ugye ezeknek egy jelentős része nem kerül szemétégetőkbe, hanem valahol
a természetben köt ki, és évszázadokon keresztül áll vagy hánykolódik változatlanul. Hát ez volt néhány kiózanító vagy figyelemfelkeltő adat, arra való figyelmeztetésként, hogy napjainkban a Föld komoly veszélyben van. De az a faj veszélyezteti, amely elvileg a legértelmesebb az összes faj között, az ember, úgy tűnik, hogy az ember valamiféle őrült mechanizmus folytán olyan módon kezdett élni, amely ugye föléli azt az alapot, amire az élete ráépült. Szóval valamit tennünk kell.